Sziasztok! Ez a Szavak csatornája, és a mai videóban öt könyvet hoztam a Magvető Kiadótól. A Magvető Kiadótól is olvastunk már egy ilyen egy hónap, egy kiadós hónapon belül. És most jutottam el oda, hogy most már a magvetőnél is van öt olyan könyv, amit tudok nektek ajánlani, sőt, igazából életművekről fogunk majd beszélni, és hát ez azért egy pozitívum, mert hogy ez egy olyan kiadó volt, akiktől én nem olvastam addig, amíg nem vettük görcső alá őket, öt könyvet. És most meg már ott tartok, hogy egyre több olyan Írót fedezek fennállók, akiket szeretek és akiktől szeretek olvasni. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon pozitív videó lesz emiatt, és azzal is kezdeném, ami az egyik közös könyvünk volt, Grecsó Krisztián, és tőle volt a magamról többet című verses kötete a közös könyvünk. És hát, mit nem mondjak, ez nem lett a kedvencem tőle, viszont magát krecsú Krisztiánt én szeretem, és olvastam már tőle a 30 év napsütést is, és szerintem nagyon-nagyon érdekesen ír, és ő az egyik olyan magyar írónk, akitől azért érdemes olvasni, és az egész életművét a magvető gondozza, úgyhogy nagyon-nagyon szép, egységes kiadásokat hoznak létre a könyveiből, lehet őket gyűjteni, és ezzel Katához is küldelek titeket, aki most eltervezte, hogy az egész életművet elolvassa, és lehet vele olvasni, és a könyvekre csinál molyos kihívást is, és arra is lehet jelentkezni. Belinkelem nektek ezt a videót, szerintem ez egy jó kezdeményezés, úgyhogy meg tudjátok nála nézni a részleteket. Szóval ez volt az, amit közösen olvastunk, és ezután én eléggé ráfügtem még néhány szerzőjükre. Az egyik ilyen szerzőjük Nádasdi Ádám, aki új kedvencem lett mostanában, meg egyébként is mindig tiszteltem és szerettem, nekem egyetemen is tanították őt, és hallgatnom kellett vele rádió műsort, és nagyon-nagyon és érdekesnek találtam, amiket mond de mióta olvastam is tőle könyveket, hát azóta teljesen rá vagyok függve. A nagyon nagy kedvencem az éven a szakállas Neptun tőle, de egy másik verses kötetét is tudom ajánlani, ez pedig a jól láthatóan logok itt. Versben és prózában is kiváló, és tényleg csak ajánlani tudom nektek. Egyébként tudni kell, hogy ő meleg, és ezért ez a téma is megjelenik a műveiben, amit én meg még inkább szívesen olvasok, úgyhogy tényleg Csodálatos volt mind a két könyv tőle, és hát mind a kettőt, és az összes többi könyvét is a magvető gondozza. A következő életmű az Gabriel Garcia Márqueznek az életműve, ami mind-mind szintén a magvetőnél található meg, és én ebből a szerelem a kolera idején olvastam el nem is olyan régen, és egy nagyon jó élmény volt. De ki kell emelnem, hogy annyira csodálatos nekem ez a kiadás, nem feltétlenül a borító, hanem a tapintása, a kialakítása a könyvnek, az olvashatósága egyszerűen csodálatos. Nagyon tetszik, hogy mat, nagyon tetszik, hogy ez is, ez az életmű is összeillő kötetekből áll, tehát az összes többi is így néz ki. Én egyszerűen már csak ezért begyűjteném ezt az egész életmű sorozatot, mert így néz ki, és hát, hogyha szeretnétek olvasni Márkeztől, aki szintén egy óriási zseni volt, akkor a magvetőnél keresétek ezeket a könyveket, én már nagyon régóta szemeztem ezzel, és nagyon-nagyon örülök, hogy elolvashattam ezt is. Nekem egyébként kifejezetten tetszik a magvető kiadónál az, hogy ennyire igényesen és összeillően adják ki a könyveiket, és egyébként erről eszembe jutott, hogy én voltam már a magvető kávézójában is, ami szintén egy hatalmas élmény volt, és nagyon hangulatos, és egy TikTok videót csináltam róla, amit bevágok nektek most, hogy ti is beláthassatok oda, és akkor vettem meg az egyik nádasti kötetet, és mindenképpen tervezek visszamenni oda valamikor. Az utolsó pedig Tolkien karácsonyi levelek című kötete, Tolkien életművét a magvető gondozza, mert az Európa kiadó gondozta, de aztán átkerült a magvetőhöz. Szóval ennek utána kell nézni, de a karácsonyi levelek az a magvetőnél jelent meg, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas kötet, mert Tolkien leveleit tartalmaz, az eredeti is, és le is van fordítva, hogy lássuk a kézírását, és lássuk a rajzokat, amit hozzá melléket a gyermekeinek, mert évről évre a Mikulás nevében a gyermekeinek írt levelet, és ez a levelezés abba fajult, mivel Tolkienról beszélünk, hogy egy egész kis világot teremtett meg a Mikulás életéről, és hát ez csodálatos, egyszerűen csodálatos. Mindenképpen decemberre ajánlom ezt a könyvet, hogyha még nem olvastátok, és akkor is ajánlom, hogyha nem akartok Tolkientól olvasni, mert mondjuk nem izgat a fantazi világa, hát ez ez csak egy ilyen kis plusz, és főleg, hogyha szeretitek az írót, akkor meg nagyon-nagyon sokat tud adni, úgyhogy én imádtam ezt a könyvet. Ezek voltak tehát a magvetős ajánlásaim, ez egy nagyon névós, nagyon-nagyon jó kiadó, de főleg szép irodalmat találok náluk, szóval, hogyha ezek érdekelnek, akkor mindenképpen nézzetek szét náluk. Ennyit szerettem volna mára, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!